A Sukoróper elítéltje nyílt levélben kérte számon hallgatásáért az MSZP elnökét Molnár Gyulát. A Nemzeti Vagyonkezelő volt értékesítési igazgatója szerint a Sukoró ügy politikai per volt, aminek célpontja az akkori MSZP kormány. Orbánnak Sukoró egy politikai poén, nekem egy élet, írja a múlt héten jogerősen letöltendő börtönre ítélt Császi Zsolt. Akit ilyen módon a kedves nézők már láttak az imént is, jó estét kívánok. Jó estét, és köszönöm szépen. Hát megleptük szerintem. Ezzel a gesztussal ilyen módon Hiller István engem is meglepett, de azt gondolom, hogy ez egyfajta, hogy majdnem azt mondtam, hogy jó befejezése, de hát egy jó fejezete az ön történetének. Igen, hát picit meg is hatottam, be kell valljam, tehát én nem számítottam erre a gesztusra miniszter úrtól, illetve bíztam abba, hogy valamiféle reakciót csak sikerül végre kapni a mi ítéletünknek az MSZP részéről is. Én magam semmilyen pártok nem vagyok a tagja. Jó pár éve. Aktív politikai tevékenységet nem folytatok. Amit folytatok, az kizárólag ezek az ügyekkel kapcsolatos védelem, és arra való felhívás, hogy itt nem csak rólam van szó, és sok ezer emberről, tízezer emberről szó van, nem büntető jogi vonatkozásban, hanem abban vonatkozásban, hogy egy átrendezési folyamatnak lettek az áldozatai, kezdve attól, hogy elveszítették az állásaikat, állásokat, szakmájukat, ez tömegesen történt meg az államigazgatásban. Ilyen mértékű tisztogatás soha nem volt, illetve hát a 40-es évek végén talán. És ennek a tisztogatásnak a csúcspontja a büntetőeljárás. Az egyik legsúlyosabb jogászi bűn, amikor az állam büntető hatalmát visszaélésszerűen erre használják fel. Azért ez nagyon nehéz ilyen egyértelműen kimondani, legalábbis kívülről. Aki megéli azt, ami megtörtént önökkel éveken keresztül, nyilván egészen másképp látja ezt. De én ezt most messzebbről nézve úgy látom, hogy volt egy első fok, elítélték önöket. Volt egy másodfok, felmentették önöket. Volt egy harmadfok, elítélték önöket. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy az igazságszolgáltatásban nem volt lehetősége annak, hogy másik ítélet szülessen, mert igenis volt. Kellett volna, hogy legyen, de ennek a feltételeit nem biztosították. Tehát abban az esetben, amikor egy politikai vonatkozása van egy pernek, és hadd mondjak egy példát, én nem nevezhetem meg azt a ügyvéd urat, aki egyébként önöknek egy gyakori vendégük, akitől származik általában ez a mondás, bement hozzá egy ügyféle hasonló ügye, mint az enyém, és megkérdezte, hogy ügyvéd úr, tud-e segíteni nekem? Ország egyik legkiválóbb ügyvédjéről van szó. Ő azt mondta válaszul, hogy uram, hogy megölte volna az apját, az anyját, plusz még kiirtotta volna a teljes családját, és akkor tudnék valamit tenni. De ebbe az ügybe, ilyen ügyekben nem tudok. Tehát van, amikor a jog nem tud, nem képes érvényesülni. Jelen esetben is, mikor tetszett mondani, hogy fel lettünk mentve, elítélve, és a többi, és az ügyek döntő többségben végül felmentéshez zárult a történet. Azonban ebbe az esetben annyira erős volt a politikai nyomás, előre elhangzottak politikai vagy politikusi nyilatkozatok, és egyben nem tartom szerencsésnek, amikor hát szabad azt mondani, az első dühében a volt miniszterelnök úr, aki igazából az első számú célpontja volt a pernek, börtönt emlegetett az eljáró. De jó, hogy ezt szóba hozza, ezt úgy is akartam kérdezni. Igen. Ezt, amikor így visszahallja valaki, aki úgy gondolja, hogy vele szemben az igazságszolgáltatás igaztalanul jár el, hát mire gondol? Nem értek vele egyet. Tehát én azt mondom, hogy igenis legyen következménye, mert vagy hibáról van szó, vagy arról van szó, hogy tudatosan valaki megszegte a saját szakmájának a szabályait, de azt az igazságszolgáltatásnak magának kell kezelnie. Nem lehet erre kívülről kvázi előre ítéletet mondani. Nagyon szomorú dolog, hogy amikor először megvan az ítélet, és akkor utána kell hozzárakni a tényeket. Hát azért önök is erre utaltak, hát a közleményükben az volt, hogy ez a per pontosan ugyanígy folyt volna le a Rákosi rendszerben, vagy a Kádár éra hajnalán is. Ezt fenn is tartjuk. Tehát előre leírtuk, megmondtuk, még volt lehetőség publikálni itt ott Népszabadságban például, és ott volt egy cikke, hogy előre bejelentett joggyilkosság Justice Board krónikája, van ez a cím a Gabriel García Márqueztől, egy kicsit átírva, amikor lehetett tudni, hogy ez fog következni. Tehát a jogszabálya alapján ki lehetett következtetni, hogyha nincs tisztességes bizonyítás, nincs tisztességes nyomozás, helyenként nincs tisztességes tárgyalás, akkor annak törvényes következménye egy olyan végső ítélet, mint amit mi kaptunk. Nagyon tisztelem azokat a bírókat és ügyészeket is például. De most bírókról hadd beszéljünk. Akik ezt korrigálni próbálták másodfokon.
Szinte szakmai képtelenség volt, hogy ezen a harmadfok a kúria át tudjon lépni, mégis megtörtént. Most várjuk az ítéletet írásba, ezt követően is van mód arra, hogy jogorvoslatokkal vagy perorvoslatokkal éljünk, ezzel élni is kívánunk, de véletlenül akkor már úgymond csíkosba leszünk, tehát egy büntetés végrehajtási intézmény vendégszeretetét. Mennyit kell leülnie, kiszámolta? Hát nem vagyok túl jó matekból, de nem is ez az igazi veszély. Hát ez az ember ilyenkor számol, nem tudom elképzelni, hogy nem, hogy ez mennyi. Ez a 2,5 év lett kiszabva, kedvezménnyel az előzetessel együtt, 1-1,5 év, ha szerencsém van, akkor kevesebb, de akár ha egy napot kéne levülni. Hát hogyne. Akkor is. Mit fog csinálni 1,5 évig a börtönben? Azt, amit kint. Most tehát itt van egy ilyen furcsa helyzet, hogy ugyebár a jogaimtól meg vagyok fosztva. Nem csak a szabadságomtól, hanem olyan jogaimtól, amit én úgy gondolom, nem lehet megfosztani az embert. Például? Emberi jogaimtól, például a véleménynyilvánítás jogától. Hát itt van most is. Itt igen, de ben leszek a BV-ben már akkor ott nem. Akkor ez egy kicsit bonyolultabb. Vagy hát külön engedélye biztos meg lehet adni. Volt már erre példa, amikor ben voltam. Mire 2,5 hónap alatt megnyertük az engedélyt, bírósági felebezés, stb. Azért már kint volt az ember, és rég aktualitását vesztette a téma. Szeretnék olyan tevékenységet folytatni, ami hasznos annyiba, hogy tudja készülni a pereimre. Erre igazából nem volt mód a korábbi tapasztalatai alapján, ami egyébként európai szinte, vagy legalábbis nyugat-európai szinte példátlan. Tehát mikor korábban benne lehettem az előzetesben, azt mondták a börtönt járt raptársak, hogy olyan nincsen Nyugat-Európában, hogy valaki fel akar készülni, akkor nem jut jogszabályokhoz, nem jut könyvekhez, nem tud készülni a saját védelmére. Most pedig ez a veszély fennáll. De igazából ami a legnagyobb veszély, hogy bennünket elásnak. Tehát itt, mint jó magam, mint Tátrai Miklós, próbáltuk felhívni a figyelmet egyfajta jelenségre, ami az elmúlt évek társadalmi fejlődések vagy visszafejlődésének az egyik tükre, ezek a koncepciós perek. És úgy gondolom, hogy talán valamit sikerült is elérnünk, ezt én a magam részéről kívánom abba hagyni. Tehát szívesen láttam Hiller miniszter urat, parlamenti képviselőket, aki megtisztel azzal, hogy meglátogat bennünket. Látogatókat fog várni. Igen, hát ahogy lehet az adott körülmények között, ismerjék meg a körülményeket, lássák meg, hogy mi történik. Nem kérdem arról, hogy ártatlannak gondolja magát, egyrészt mert pontosan tudjuk, akik igen, követtük a tárgyalást, másrészt pedig hát egyébként is egy buta kérdés lenne. De hogy mit vár ennek az ártatlanságnak a tudatában mondjuk a parlamenti pártoktól, az egy érdekes kérdés. Annak fényében ugye most Hiller István gyakorolt egy gesztus, de ezt felszólításra tette, ön írt ma egy felszólító levelet. Szerintem nem neki megtette volna, lehet, hogy később, de most nagyon jó jött. Talán megtette volna, és jó, hogy itt találkoztak. Tehát egyrészt, hogy helyén értékeljék ezt, hiszen itt egyik cél ezeknek a konceptuális pereknek, azon kívül, hogy úgymond megfélemlítik az emberek egy részét, az, hogy eltereljék a figyelmet azokról, akik tényleg elkövetnek bűncselekményt. Tehát van egy ilyen mondás, hogy el akarsz valamit követni, vádolj meg vele mást. Az a más, aki ártatlan védekezik, utána meg aki tényleg elkövette azt a dolgot, aki megvádolta hamisan a másikat, az meg azt fogja mondani, hát ő is azt mondta, hogy ártatlan, én is ártatlan vagyok, akkor nem tudom, mit akarnak az urak. Ma ez úgy látszik ilyen, nem így terveztük feltétlenül, de jól jön ki. Szél Bernadett a következő vendégünk, az LMP társelnöke. Az LMP volt az egyetlen ellenzéki párt, amely keveselte az önök ítéletét, és egyetértett az ítélet miben létével. Hát ha így folytatódik, akkor ugyan nincsenek vegyes börtönök, de véletlenül az LMP képviselő is oda fognak kerülni, ahol mi vagyunk. Tehát egy diktatúra megindul, az felfalja a gyermekeit. Az LMP, illetve Schiffer András név szerint elég distens szerepet játszott ebben a történetben. Lényegében magára vette az ügyet, hogy ő tette a feljelentést, amit én szerintem nem igaz, hiszen fél éve már tartott a nyomozás, mikor Schiffer András feljelentést tett. Később ezt ismételte Gyurcsány Ferenc ellen is, akit később meggyanúsítottak, de más tényállás alapján, mint ahogy Schiffer feljelentette. Ez nem jön át a köztudatban, mert fel lett jelentve Gyurcsány, Sukor ez ugye egyben mossák, de nem azzal lett megvádolva. Ugyan szóval jogilag hamisan vádolta Gyurcsány Ferencet, akkor én tettem egy feljelentést. Schiffert egyébként elég régóta ismerem és becsültem is nagyon sokáig. Rejti előttem, hogy került ide, de mindegy. Amire azt a választ kaptam, hogy lehet, hogy szó szerint nem ugyanaz, amit Schiffer a feljelentésében tartalmazott, mint ami a Gyurcsány Ferenc meg lehet. Vádolván nincs jelentősége. Tehát kapott egyfajta védelmet a hatalom részéről. Ezt én értem, de hát az LMP most is azt mondja, hogy önök keveset kaptak. Hát akkor az LMP-nek felajánlom azt a segítséget, hogy minden iratot a rendelkezésre bocsájtunk. Ismerjék meg a mi véleményünket is, vagy a tényeket speciál, mert nagyon érdekes dolog, hogy úgy nyilatkoznak, hogy nem ismerjük a tényeket.
ne az én szavaimat, vannak dokumentumok. Mi transzparens módon járunk el a perbe, aki kért tőlünk iratot, mind megkapta. Hát megkérdezem mindjárt Szél Bernadettet, hogy kére. Köszönöm szépen. Ennek köszönöm szépen. Én is köszönöm.